Ma egy Grimm mesét mesélek el nektek. A libák és a róka. Csavargási közben a róka egy szép zöld mezőre ért. A mezőn egy csapat kövér liba legelt. Ez igen, gondolta a róka. Olyan ez, mintha vendégseregbe hívtak volna, és olyan szépen együtt vannak ezek a libák, mintha egyenesen nekem találták volna föl őket. Egyebet sem kell tennem, mint hogy asztalhoz ülnöm, és sorjában elfogyasztanom őket. Azzal elindult a libák felé, azok meg, ahogy észrevették, rettenetesen megrémültek, ijedtükben összebújtak, és elkezdtek siránkozni, és az életükért könyörögni. Hogy is ne? Mondta a róka. Majd éppen most fogom elszalasztani a kedvező alkalmat. Nincs irgalom, meg kell halnotok. A libák még sipogtak, jajgattak egy ideig, a róka meg csak vigyorgott és a fogát mutogatta. Volt a libák között egy öreg, tapasztalt lúd. Az végre összeszedte magát, és így szólt a rókához. Hát, ha egyszer meg kell halni, hát meg kell halni. Ez ellen nincs mit tenni. Nem is kérünk tőled egyebet, csak azt, hogy teljesítsd az utolsó kívánságunkat. Arról lehet beszélni, mondta kegyesen a róka. Halljuk, mi az utolsó kívánságotok? Semmi egyéb, mint hogy életünk végén mindegyikünk még egyszer énekelhesse el a kedves nótáját. A róka gyanakvó képet vágott, de az öreg lúd sietve megnyugtatta. Nehogy azt hidd, hogy valami cselt forgatunk a fejünkben, szó sincs erről. De magad is tudhatod, hogy aki énekszóval könnyít a szívén, kevésbé érzi a halál gyötrelmeit. Nézd csak! Szépen felsorakozunk itt előtted, egyik a másik után libasorban. Kezdi az éneket az első, ahogy befejezte, folytatja a második, és amelyik befejezte, azt te nyomban megeszed. Így kettős örömben lesz részed, énekszó mellett falatozhatsz. A róka ráállt a dologra. Különösen azt tetszett neki, hogy énekszó mellett lakomározhatik. A libák nagy búsan felsorakoztak, aztán az első a falu felé fordulva elkezdett keservesen gágogni. Gá, gá, gá! A róka alig várta, hogy vége legyen az éneknek, de a liba csak nem hagyta abba. Aki mögött állt a sorban, elunta a várakozást, és az is rákezdett. Gá, gá, gá! Aztán a harmadik, aztán a negyedik, és már gágogott mind az egész csapat, de olyan harsányan, hogy zengett belé a környék. A róka már éppen közbe akart szólni, hogy elég a hangversenyből, és kezdődhetik a lakoma. De mielőtt megszólalt volna, észrevette, hogy a nagy libákra szaladnak ám a falu felől, s nem üres kézzel, hanem söprükkel, dorongokkal, husángokkal. El is ment a kedve nyomban a lakomától, s nagy sietve ott hagyta a gágogó libákat.